elképesztő. Hol követtétek el a sematikus problémát? Mindjárt belemegyek gyakorlatilag is. Nem azért, mert hogy legyen egy jó napotok, nekem nem okoztok. Félreértés ne legyen. Nem, ez már tűrhetetlen, elmondtam az elején is. Ennyire mérhetetlen ostobák 20 év alatt. Körülbelül 20-30 emberből, akiben bíztam, hogy talán észhez tér. Elég csekély arányba sikerült legalább azt a minimális erőfeszítést beletenni, amit illett volna. Sőt, volt olyan, hogy 10-szeres erőfeszítést várt el tőlem azért cserébe, hogy egyáltalán egy apróságot megcsináljon, úgyhogy ebben most inkább nem menjünk bele. Mindazok után, ami történt. A sematikus probléma az, hogy általában kétféle végletbe gondolkoztok a társas kapcsolatokról. Az egyik véglet, és alapvetően mind a kettőnek ugyanaz a célja, sematikusan, és alapvetően ez a séma meg is marad, hogy próbálok valami társasághoz hozzáverődni, ha egyedül vagyok, hogy egy társaság részének érezhessem magam. Itt egyoldalú alkalmazkodás kényszer van, ezt tudomásul kell venni ezekben az esetekben, hogy első néhány lépésben alkalmazkodni kell, ki kell nézni azt az egy-két embert maximum, akivel megvan egy ilyen kölcsönös szimpátia, amivel el tudok indulni. Mert legalább ezt a 5-10 percet el lehet ölteni, nem szabad túl tapadósan, túl ragaszkodósan, nem szabad túl hárítóan a többiekkel, és ezzel így el lehet-e vickélni. Simán egy 5-6 fős vadidegen csoporthoz is hozzá lehet verődni megfelelő szociális készségekkel, meg társas ismeretekkel, meg tapasztalattal. Ezzel soha nem is volt gond. Veletek van gond az utóbbi időben a viselkedésetekkel. A másik véglet, mint a felém tanúsított, teljesen irreális. Tehát ilyen nem engedhetitek meg magatoknak senkivel sem. Főleg nem ilyen tudás, meg ennyi tett után, meg egyáltalán végképpen őben aluli. Ellenben egy idő után részemről csak annyit tudok rámondani, hogy szánalmas, ez az őszinte véleménye. Másik meg, hogy kinéztek egy embert, aki ott van, csoportokat képes így maga köré gyűjteni, teljesen függetlenül. Jaj, de jó, elég ezt hangsúlyoznom, bedobni, mint egy ilyen Jolly Jokert kb., hogy én ezzel az emberrel vagyok. És akkor igazából bármelyik csoportban ez tök jó. Akkor megvan a kiinduló pont. Kb. Az a színvonal, mint hogy meg akarlak baszni. Aztán ezzel le is van tudva a kommunikáció. Persze, bizonyos élethelyzetekben ezek működhetnek, de azt akarom mondani, az egyik az a demokratikus véglet, a másik meg az az autokratikus véglet. És ami itt megvalósult, ez a hagyjuk rá a dolgokat, majd valahogy ezek így dinamizálódnak, meg ilyesmi, meg így úgy, amúgy ezek milyen szétesett csoportok. Én elmondom, hogy gyakorlatilag milyen negyedik utas megoldást választottam még a 20-as éveim elején, inkább ilyen 19 és 23 éves korom között nagyságrendek, és egyébként egész működőképesnek bizonyult. Bár kompromisszum igényes és helyzetfelismerő készség igényes is ellen egyben a dolog, ez annyi, hogy itt volt ez a lehetőség. Én nem sajnáltam ezt az ingatlan, mert nem volt rajtam itt. Úgy is tudtam, hogy egyszer hozzá kell nyúlni. Én nagyon jól tudtam, hogy el vagyok a kis belső világomba, abba, hogyha arról van szó, vagy benyomom a tévét. Ilyen multitaskingos dolgok. Itt a fogorvosi váróterembe, de jó képek, bazd meg. A fogorvosi váróterembe ki vannak rakva a lehetőségek, könyvek, számítástechnikai eszközök, itt van egy-két társaság, akár több független, vajon nem is kommunikált egymással ilyen két-három fős csoport, és itt volt három. Aztán úgy el voltak a kis világukban. Most mondok ilyen példát. Nem is ez volt a lényeg, hanem hogy ismerkedjetek egymással, meg ilyesmi, és nagyon sok fajta csoportmechanizmushoz volt, hogy hozzá se közöm se volt hozzá, ezt nem értették régi ismerőseim, akikkel végül is azért jártunk össze, azért valami közön volt hozzá. Itt nagyon sok esetben olyan emberek is megfordult, semmi közünk nem volt, sőt nem is lett. De volt, hogy három napig itt dekkoltak. Nem itt, hogy valakivel összehaverkodtak, vagy nekik ez a környezet jó volt, vagy eltudazóban, vagy kurva mindegy. Tehát ezt nagyon sok dimenzióba lehetne elemezni. Nekem is kellett helyzet felismerni, és mi az a
mi az, kik azok, meg mit, akikhez közön van, vagy amihez közön van, meg kik azok, mik azok, ez semmi. És nem is lesz. Ilyen kvázi eltűrt rossz. De nem feltétlenül csak a rossz oldalát néztem, mertem erre, arra, amarra. Azért sok minden egyéb is eltűrt. Ja igen, és akkor mit akartam mondani? A járvány helyzetkezelése, hogy így föltűntek a fő sematikus problémák. Ugye Amerikában fizetős az egészségügy. Ott azért kezdem ezzel, mert ott a legdrasztikusabb, tök mindegy halálozási arány, meg ilyesmi a legdurvább társadalmi szakadékot. Ha nincs pénzed, meghalsz. Nem csak krónikus betegségek esetén halálos számodra ez a járvány, hanem anyagi alapon is. És pluszban csak annyit kell terhinte, hogy ne is foglalkozz vele, ez nem is létező dolog. És akkor igazából akik rosszabb anyagi helyzetben voltak, ugyanúgy végezték tovább a hétköznapi tevékenységét, kapartak azért, hogy fönntartsák az életszínvonalát a magasabb társadalmi státuszúaknak. A magasabb társadalmi státuszúak meg nem paráztak rá, mert úgyis egészséges vagyok, meg megveszem a különböző tuti ilyen fitness szarságaimat, meg egészséges életmód, meg akkor kitalálok ezt, azt, amazt, meg komédiázok, meg minden szar, ez meg kiváltja ezt az egész sztorit. Ezzel karban tartom az egészségem, és nem leszek annyira veszélyhelyzetnek kitéve, akik meg idősebbek, hát valamiben meg kell halni, mint a cigiben, föl lehet így fogni. A legdurvább ez a totális elhagyása a dolgoknak, meg még büdös nagy kamuzás, és teljesen már szinte szándékosan megbetegítése a másikok, meg ez szerintem a brazil példa volt, az a legdurvább. Ez a magyarországi látszat intézkedés, ez csak arról szól, hogy hallgassunk el információkat, mindent titkoljunk el. Meg legyen elhitetve, hogy minden fasza, mindent kézbe tartunk, minden tök jó, közben egyébként romokban van az egész. És amikor belekerülsz, akkor gyakorlatilag 10-szer annyi esélyed van a fertőzés veszélyre, és itt mentek a fertőzések. Kurvára nem is ez a fajta járvány végzett vele, hanem az eltelt, nem tudom, több évtizedes hanyagság, és mint ahogy ez az ingatlan meghez, és 40 éve még rendben volt, azóta nincs hozzá, az még jó lesz, az még ráér. Ez ugyanaz, mint itt a függő főség, most ne parázzon, csak az oldala omlott le. Meg csak lógnak ki a rohadt, retkes, rozsdás fémek. Hát ezek kár is foglalkozni, még ráér 10 évig, ráér 10 évig. Az rá 2 évre megvan a szakvélemény, rá másfél évre le is omlott a külső rész. Még jó, hogy nem az utcára néz, itt kifordult betontömbök. Soha senki nem nyúlt volna hozzá. Mert mindenki tudott róla, nem nyúlt volna hozzá. Sőt, de a haveri alapon itt már megcsinálták, kettővel arrébb. Ne jó ügyvédi kapcsolatokkal meg kiadjuk külföldieknek, meg mafiózóknak, meg kurváknak. Na, mert persze senki nem szól. Szóval ezekbe belemehetünk. És akkor van ez a totális zárlat, amit itt Kína lenyomatott, ez nagyon hathatósnak tűnt, és sikerült izolálni, fasza. És akkor visszakanyarodott. Meg vannak egyéb járványhelyzetek, meg minden szar, de ez csak arról szól, hogy igazából totálisan kontroll alatt lehessen tartani a dolgokat, meg lehessen figyelni a másikat, begyűjteni információkat, ott vagy bezárva, mit, ahogy az emberek működnek. Nem szóltok a másikhoz. Én ezt magyaráztam magadtól. Ne azzal érvelje, hogy kinek születtél, meg mennyi pénzed van, meg minden bozd meg. Ezeket a szaros fórumokat se használjátok más a esetek 70%-ában, mint hogy szidalmazzatok valakit vagy egymást. Nem tűnik föl?